kaptatok a dánoktól, mennyire éltétek meg ezt nehezen, ugye ez volt az első vereségetek? Igen, nehéz meccs volt. Második fél időn nem játszunk jól, de és ők nagyon gyorsan futnak, azt akarnak csinálni, és azt csinálnak. Hát annyira nem is voltam ideges a vereség miatt, mert ugye egy dán csapat ellen benne van, hogy lehet veszteni, kétesélyes ugye ez a mérkőzés, hanem jobban az elszenvedett vereségnek a módja, hogy nem lehet, hogy ekkora különbség legyen a játékunkban a két fél idő között. Első fél idő majdnem tökéletes volt, a második meg én nem is emlékszem, hogy mikor játszottunk ilyen rosszul. Gondolkodtunk rajta, beszélgettünk a fiúkkal egy kicsit, de hát itt menni kell tovább, itt nincs megállás, ugye. Hát, de minden csapat elszenvedett ugye vereséget. Egy jó EB van ebbe az évben, sok meglepetés csapattal, meglepetés eredményekkel, úgyhogy hát harcolunk tovább, van még két mérkőzésünk, megpróbáljuk megnyerni, hogyha ez a két magyarok ellen, meg az oroszok ellen, ez a két nyert mérkőzés után meglátjuk, hogy bejutunk-e az elődöntőbe, vagy nem. Most nehéz lesz, hogy semifinals lenni, de remélem, hogy magyar csapat ellen nyerünk, és Oroszország ellen is. Furcsa még neked a magyarok ellen pályára lépni? Nem furcsa. Már rengeteg meccset játszottunk, ugye. Szeretek is, mert ismerősök ellen játszok, úgyhogy ilyen fel semmi gond már. Nem lesz normális, ugye, mert ott van Szuba, Jancsin, és meg ismerek, és nem lesz normális meccs nekem. Mert ez egy olyan meccs lesz, hogy Magyarország az egy most olyan helyzetben, hogy az esélytelenek nyugalmával indulnak bele, mi nekünk pedig muszáj győzni, hogyha ott akarunk lenni az elődöntőbe. Nem tudom, akármi lehet holnap, nem? Ugyanaz taktika, mert ott a talán, és ugyanaz, mint Szegeden is, akkor szerintem nekünk ez az jobb, mert tudunk körülbelül, hogy játszanak.